A Vértes Agórája adott otthont a Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csoportjai hagyományos évzáró gálájának. Én nagyon fontosnak tartom, egész szakmai pályám során mindig azt mondtam, hogy jó közösségek nélkül egy intézmény nem tud igazán működni. No, a KPVDS-nek aztán vannak közösségei. Ma a tánc műfajában lépnek a színpadra. Én úgy gondolom, hogy szinte a színpadi táncok valamennyi műfaja felsorakozik ma itt, és egy kis ízelítőt adunk abból, hogy mit is jelent táncolni, ezt a területet, így mondom, művelni gyermekkortól egészen a nyugdíjasig. A vasárnap délutáni programon több táncstílust is megcsodálhattak az érdeklődők, akik teljesen megtöltötték az Agora Színház termét. Ebben a tanévben 292 növendékkel kezdtük, jelenleg 272 növendékünk van. Ez 18 osztályt jelent. Ma a kereskedelmi iskolások kivételével, hiszen most vizsgaidőszak van, és eltekintettünk a mai bemutatójuktól, az összes többi növendékünk készült a záró bemutatóra. Igen, nagyon színes a kínálat. Rengeteg új ruhát sikerült varratnunk, és itt szeretném megköszönni Tatabánya megyei jogú város önkormányzatának és a képviselőtestületnek, hogy támogatják intézményünket, hiszen évek óta kapunk működési támogatást. Nagyon jó varrónőnk van, Kovács Csabáné, aki nekünk ezt az egészet tulajdonképpen prezentálta, és hosszú idő előzi meg a mai bemutatót. Egész évben erre készülnek a gyerekek. Látni fogja a közönség, látni fogja a tévénéző. Lázasan, de nagyon nagy elánnal készültünk.